Kellemes, szép szombat délelőttöt kívánunk minden kedves nézőnek. A Magyar LOL TV csatornáján Mid-Season Invitational csoport mérkőzéseknek a második napjához érkeztünk, és elég jó meccsek lesznek a mai nap folyamán is, bár azért a tegnapi zárót elég nehéz lesz majd überelni, de meglátjuk, hogy hogy sikerül ez. Én Edi vagyok, kommentátortársam, pedig az első mérkőzésen nem más, mint Krax. Szervusz! Szervusz, Edi, én is üdvözlöm a nézőket. Való igaz, megérkeztünk így a második napra. Hát tegnap tényleg jó kis meccs volt az utolsó, legalábbis ami a két csapatot illeti. Hát az, hogy a meccs minősége milyen volt, azzal most ne kezdjünk el vitatkozni. Nem tetszett? De nekem tetszett amúgy, csak kicsit lehetett volna szorosabb. Hát ami viszont nem tetszett, az, vagy legalábbis nekem, hát ez sajnálatos módon Európa, illetve Észak-Amerika bajnokának, bajnokainak a teljesítménye. Hát egyikőjüknek sem sikerült még győzelmet elhozni. Na de, ami késik, az nem múlik, hanem általában a MÁV. Ettől függetlenül viszont azt láthatjuk, hogy igazából hozzák a csapatok a papírformát, Korea borzasztóan erős, hát a kínai RNG sem egy gyenge csapat, bár ugye a Kingzonnal hát már megmérkőztek egyszer, szóval majd a visszavágón kiderül, hogy mi lesz, viszont a Flash Wars... Uzi erős, azt mondjuk el. Hát igen, Uzi erős, viszont a Flash Wars, illetve szerintem az EVOS eSports egyelőre meglepetésként, de jól szerepelnek. Igen, bár mondjuk a Flash Wars-tól én személy szerint vártam is volna, hogy jól fognak szerepelni, a vietnámi gárdától már kevésbé, de tényleg mégis ők is hozták a váratlant, a meglepetést nekünk. Na hát ma lehet ezt folytatni, meglátjuk, hogy minden csoda csak egy napig tart-e, ahogy egy picivel tovább a mai mérkőzés, ugye ma is 6 darab mérkőzésünk lesz természetesen. Hát, hogyha hiszünk a jóslatnak, hogy minden csoda 3 napig tart, akkor az végülis elég lehet, vagy az majdnem elég lehet. Igen, de az már lehet, hogy elég ahhoz, hogy tovább tudjanak menni a jó részbe, hogyha ez egy nagy csoda lesz. Eléggé valószínű. És hát, hogyha már csodák, akkor szerintem, ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor elég nagy csoda kellene ahhoz, hogy a Fnatic most itt az első mérkőzésen győzedelmeskedhessen, hiszen az ellenfelük nem más, mint Korea bajnoka. Az ex Longzhu gyakorlatilag, vagy Longzhu, a Kingzone csapata. Mit tippelsz? Hol lehet esetleg megfogni ezt a koreai gárdát? Mert azt láthatjuk már az első két mérkőzésen, hogy bittang erősek. Néha. Rendben. Nem, amúgy először is az azért van megfordítva, mert most a fejedet én áll a világ. De hogyha a Fnatic nyer, akkor természetesen vissza, mert akkor az ugye a papírforma érvényesülni fog. Az a baj, hogy a tegnapi nap folyamán hát Európa csodálatos gyermekei nem szerepeltek túl, de nem is azért, mert hogy az RNG-vel játszottak ők erősek, hanem hogy alapjáraton nem hozta. Rekresztől szerintem mindenki sokkal többet várt. Abszolút. Elfarmolgatott, ott volt, úgy tényleg én is játszok, meg minden, brutál jó a farmom, de ennyi. Hát az, hogy brutál jó a farmom, az jó, megint csak megkérdőjelezhető. De Uzinak brutál jó volt, mert hogy 100-zal leformolta az órát, de Rekresz is mondjuk csak ő csupán 60-nal. Igen, tök rossz. Nagyon szép volt nézni azt, hogy gyakorlatilag a 20. perc környékén már 250-260 formán járt az úriember egy Kog'Maw-val, képes volt dominálni, viszont ugye ez nem az RNG, de ettől függetlenül hát Reckless-ék megint csak nem lesznek majd könnyű helyzetben, igen. Hiszen Prey és Gorilla párosa az egyik, hanem a legerősebb alsóösvényes páros. Meg a legösszeszokottabb, talán ez ezt is mondhatjuk. Abszolút. Jó, a Reckless Hillisang is most már azért egy fél éve, vagy fél szezon óta úgymond együtt játszanak, és az összeszokottság. Náluk nagyon látszott a fejlődés. Igen, náluk borzasztóan látszott, és ez nem már nincs probléma ezzel, mint hogy összeszokottság, de hát tényleg a Prey Gorilla az így nem tudom, annó 72-ben is együtt játszottak. Úgyhogy ők tényleg azok a srácok, viszont akit azért, hogy pozitívumot is mondjunk, emeljük egy Caps. Jó, azt mondtad, a Yasuo nem annyira illet bele a teamcomba, de attól még jó volt. Szerintem. A második meccsen Caps jó volt. Nem volt egyébként semmi baj a teljesítményével, tényleg, hogyha a Fnatic nagy egészét nézzük, akkor talán pont tényleg, akitől a legtöbbet vártuk volna, vagy várnánk, ő mutatott szerintem magához képest legalábbis keveset. De hát, hogyha azt nézzük, ugye mindenki csak annyit játszott, amennyit az ellenfele enged, hát már pedig... Ha az ellenfele a világ legjobb lövésze, akkor hiába vagy te a világ legjobb harmadik, akkor az is kevés. Elkezdünk vitatkozni, hogy Reckless hanyadik a világon. Vitatkozhatunk, de szerintem teljesen jó, akkor feldobok egy másik kérdést. Igen. Drága dupla könycseppes teleportos barátunk, megérnie esetleg kitiltani Prey ellen? Hát nem titok, hogy még itt a mérkőzés előtt beszélgettünk erről. Én nem mondom azt, főleg ilyen erős lövészeknél, hogy alapvetően megérni tiltani az ösvényt, de Ezreal annyira nem
a tipikus lövész karaktert játsza, annyira nem tipikus lövész, és annyira megborítja szerintem az egész játék szisztémát, hogy tényleg az lenne talán a legegyszerűbb, hogyha kivennék. Az ala a bajnokságban már nem ezrilt, hanem kitiltanák. Ja, jó. Azt hittem, hogy ez nem, dehogy is. De a Kingzone a bajnokságban is 15 alkalommal hozta el ezt a hőst. Lehet, hogy volt vele vereségük, de hát jó. Most van ilyen egy csapat, aki elveszít körülbelül, vagy négy mérkőzésen veszít, vagy négy szériában veszít körülbelül mérkőzést. Annál azért majdnem, hogy mindegy. Mm-hmm. Hogy igazából most 100%-os-e vele a győzelmi rátája, vagy mondjuk csak 90%. De várjál, akkor egy kicsit tovább víve a kérdés, ugye, ha már így a bajnokságot felhasználtad, Ádár, ez az Ezreal Tompkins volt az, ami így a duójuk volt. Vagy Ezreal Tompkins, vagy Ezreal Brown, azt hiszem. Ez volt a kettő. Egy bekúszó kéz. De ez direkt volt így. Nem visszafordítom, hát felőlem aztán, nem tudom, Magyar Lázadó TV adás folytatódik, szóval, hogy... Igen, tegnap beszéltetek nekem a pleblázadásról, azt majd meg akarom hallgatni azt a történetet, mert azóta sem értem a végére. Régi szép idők. Igen. Na mindegy, szóval, hogy a másik tagját nem kéne megbontani ennek a nagy dónak, mint hogy oké, itt van Ezreal, de hát mondjuk ott van lehet egy Tompkins, és hogy nem lenne esetleg én nem is őt megbontani. Igen, ugye ez is érdekes, mert például a Tompkins, aki gyengítést kapott, ettől függetlenül láthatjuk, hogy a profi szénában ugyanúgy hasznos, ugyanúgy elhozzák, ugyanúgy életeket, mert leginkább lövész vagy dzsungeles életeket, de nem. Szerintem itt, ebben a helyzetben most nem a támogató a fontos, hanem tényleg az Ezreal, illetve az Ezreal jelentette minőség. Igen, meg hogy a saját kérdésemre válaszolj, pont ez az a frissítés, így a mi kis 8.8-unk, uh-huh. Hogy tényleg Ezreal jelentetten kinövi magát, tehát a dupla könycsepp, meg most meg a teleport is, úristen, mi történik ezzel, de működik, brutál erős. Azt mondjuk nem tudom, hogy mi lenne, hogyha egy elválasztás történne. Reklesznek hatalmas a hősbázisa, bármivel játszhat szinte. Hát Reklesznek tristanázni kéne, ezt tudjuk. Ugyebár az idejében Reklesznek. Hát hagyok egy kis időt, hogy mindenki tippeljen, hogy milyen a KDA-ja Tristanával. Segítek, két számjegyű, és abból is igen magas. Várom időközben a pedig tiltási, illetve választási igen. Fázis. Igen. Kingzone, Dragon X, a kék, míg az európai Fnatic gárdája a piros oldalon. És hát úgy tűnik, hogy hallgatnak ránk a játékosok, vagy legalábbis ők is hasonlóként gondolkoznak, ami azért... Hát, hogy mondjam, megmelengeti a szívünket, igen, megverengeti a vállunkat. Mindezrém, mint Tompkins, a tiltó listán, a túladon pedig Zoé, Aurélian szól, és Trándől, persze fordított sorrendben nyilván. Prég pedig nagyon mosolygósan. Igen, elvettétek. Na, akkor most hozzuk a Vayne, nem tudom, ki legyen? Vayne Leona. Hát, ha Uziról lenne szó egyébként, akkor azt mondanám, hogy simán hozhat bármikor egy Vayne, mondjuk egy kokmó tiltás után. Nincs Khan Jace. Hát, Khan Jace nincs, viszont Sion van, a felső ösvény szörnyeteg, de biztos, hogy csak a felső ösvényi. Ami egyébként fontos lehet még, és kicsit nem sokat beszéltünk róla, az Karma. Igen. Főleg BDD-nél. Így van, teljes értékben igazad van, és bennmaradt, eltított a tiltási listán. Most fontosabbnak látták, hogy ne a Karma középső, avagy támogató, de inkább középső ösvényt vegyék el az ellenféltel, az meg úgy tűnik, hogy Broxa Skarnerrel fog játszani ezen a mérkőzésen. És ott a Tristana! Hát sajnálom, akkor ennyi időt hagytam mindenkinek a tippelésre. Hogyha a frissítésünk az lenne, amin az élő van, az nagyot segítene a 8.9, mert Tristanával 89-es KDA-ja van Reklesznek idén. Nem rossz. Nem rossz. Végül is annyira. Egy átlagos teljesítmény, azt kell, hogy mondjam. Hát így is fogalmazhatunk. Szállja Rakan? Igen. Rakanról sem beszéltünk, pedig mind Karma, mind Rakan, mind Morgana, aki amúgy nincs a tiltó listán. Uh-huh. Ez a három hős általában azért ott szokott szerepelni. Na hát ezen a mérkőzésen nem. Az továbbra is kérdés, és persze, hogy Sion hova fog menni, de tegnap ezt meg pont a Fnatic játszott el a Vladimir Yasuo kettőssel, hogy vajon melyik hova fog érkezni. Igen, egyáltalán nem biztos még, hogy Khanhoz érkezik meg ez a hős, viszont a Fnatic úgy döntött, hogy miután ők dzsungelest hoztak, hát majd gondolom én széttiltják, igen, Pinatnak a dzsungelét, de így meg a Kingzone inkább a felső ösvényt célozhatja meg tiltásokkal. De hát Pinatnak nincs ezzel baja, mert hogy a jelenlegi tiltásokkal, mert ő azért szereti ezzel a Kha'Zix, Graves, Rengar, mit tudom én, ezeket a sebző dzsungeleseket ő nagyon szereti. Ha úgy adódik, hogy tankosság nem maradna, már tankosabb dzsungeles persze, akkor ezekkel is el van. Ryze a következő tiltásunk. Caps ellen érkezik még egy, ez már a harmadik, azért ők is nézték tegnap a Fnatic meccseit.
De az a baj, hogy pont náluk például most Rekles hiába tegnap nem volt olyan jó, csak mondjuk kicsit jó, attól még benne szerintem bármikor benne van az, hogy hát most lehozok egy meccset. Igen. Hogyha valakiben kétely maradt volna a tegnapi nap miatt, hogy most Rekles tényleg olyan jó lövésze, mint amilyennek mondják, vagy tartják. Igen, ő tényleg olyan jó lövész, csak egyszerűen mondjuk azt, hogy kifogta a legrosszabbakat? Vagy kis túlzásra? Hát én challenger vagyok, csak a csapat. Ja, igen. Természetesen nem bántam a fenetiket. Most lehet javítani. Karma a végére azért oda került a tiltólistánkra, akárcsak Graves. És mind a kettő azt hiszem abszolút mértékben. Így van. Érthető tiltás. Ami kicsit talán furcsa, hogy én eleve vártam volna igen ezt az ont a fenetik oldaláról, és hogyha megnézem a Kingzone-nak a tiltásait, akkor oké, okay, megértem. Abszolút helyén való tiltások, de lehet, hogy ezt az ont ki kellett volna venni. Lehet, lehet. Főleg ugye az alsó ösvényes páros miatt nem lesz egy Braum, aki majd lefoghatja a Kovács Isten dühét. Helyette mondjuk lehet egy berepülő pilóta Zek, aki az egész elképzelését megbolygathatja majd a Fnaticnek, de itt megint csak ugye az lesz a kérdés, így ahogy nézzük a csapat kompozíciókat, bár még nem látunk mindent, de inkább talán az, hogy ki fog kezdeményezni. Igen, ezt akartam, hogy 4-4 karakterünk van eddig, de kezdeményezés az így brutálisan sok. Mind a kettő oldalon, ez meg úgy tűnik, hogy nem Vladimir játszol, de Vladimir Szajonnal fogunk játszogatni, hogy melyik hova megy felsősvénye vagy középső. Hát Vladimirről tudjuk, hogy nagy visszatérőnk, és hát igen, csak erős, többféleképpen is lehet építkezni. Azt az Oriannát meg én amúgy most egy teljesen valid választásnak is elhinném. Hát tudom, hogy Orion. Dóri és igen, szia, igen. Üdvözlünk, de alapjáraton is mondanám, most ha még egy Orianna így becsatlakozna a középsősvényre, akkor az nem is lenne rossz három tankkal meg. Egy kis pajzsoló mágus, de ebből Svein lesz, igen. Nagyon úgy tűnik. És az elmúlt napok fényében nem is biztos, hogy baj, hogy nem Svein-t hoztak. Mert mindig elmondjuk, hogy nagyon erős, és én ezt tartom is, szerintem abszolút jól működhet, de nagyon sok csapatharcban látjuk azt, hogy zónázáson kívül olyan sok mindent nem tud már csinálni. Hát na, meg még Darcik is egy 2-8-at ment vele, úgyhogy... Mikor? A Svein-nel csütörtökön. Nem látta? Nem. Szia, Darci! Na mindegy, szóval tényleg nem Svein, hanem Corki lett a végre, így viszont a kettő lövészes kompozíció alakult ki a Fnatic oldalán. Előttük meg a brutál első sor, három tankkal, meg annyi kezdeményezéssel. Nem rossz kis kombó. Kérdeznénk, hogy hol van a varázssebzés. Hát a Corkiba azért igen, van varázssebzés, ettől nem kell félni. Senki se aggódjon etéren. Na hát a később jön azért egy célpontot, hát nem csak toronytörő Trisztána, hogy alliteráljunk kicsit, de Corki miatt is bőségesen tud majd szedni a Fnatic gárdája. Ezzel szemben a túloldalon azért, hát ott inkább a nagyon mennyiségű sebzés, vagy nem is tudom. Az meg a másik, hogy hiába van ott az első sor, Corki meg Tristan előtt, azért Vladimir oda tud menni, Zek oda tud menni. Nem egy rossz választás, és igen, ilyen szempontból megint láthattuk azt, hogy miért nem lett volna például a legjobb elhozni Kárnak gyakorlatilag a kedvenc hősét. Jace-t ebbe a komba, vagy ezen a komp ellen, hát megvan úgymond lőve, mert Braum felhúz egy falat, így azt van. Hello. De ott van a Vladimir, aki viszont, ahogy te is mondtad, simán belemehet a buli kellős közepébe, hogyha az Kárnerrel akarná kapni, hogyha van fel akarná dobni, hogyha bárki el akarná kapni, akkor azt mondja, hogy oh, hát vérmedence, kimentem, hello, nincs itt gond. Na de, ez az elmélet, aztán a gyakorlatban meg majd kiderül, hogy itt részt a koreai Kingzone csapata mennyit enged majd a Fnaticnek, illetve hogy a Fnaticet szeretik Európában. Az európai tömeg a hangját adja a mérkőzéshez, hát a szurkoláson nem fog múlni semmi. Nem. Az egyszer biztos. 4 darab millió dematerializálónk van a mérkőzésen. 1 itt, 3 ott. Kék, illetve piros sorrendben. Persze fenyított varázsony a Vladimirnél. Hát senki se lepődik meg. Ajaj! Ó, Prének kell villani a Hiliszángi éget, és ebből bizony halál lehet. Na meg lesz az első gyilkos, csak hogy ne lenne meg! Vipó! Villanását ugyan beáldozta, de még BDD-t is így ki kell villantatni. Az első percben a Fnatic, hölgyeim és uraim, megszerzi az előny. Jó, persze, ettől még nem fognak mérkőzést nyerni. De. De? És jó. Hogy mondták a nézők? Fnatic, Fnatic. Hát ez nagyon szép kis akció volt. Pré konkrétan belesétált bele. A csapdába. Hát persze. Miért is gondolta volna, hogy ott van. Ajaj, Gorilla, te se vagy jó helyen. És igen, látnak. Rálátásuk van. És te nem látod. És megkapják a harapós fagyot. Gorillának ugyan még van mindene, ami hozzá segítheti őt a meneküléshez, de
egy vörös erősítést rögtön eltulajdonítanak, Pinát pedig nagyon érdekesen kezdi a dzsungelezését. Jó kis farkas. Mhm. Valóban az érdekes, az egy jó szó ide. Na meg a hősies kilépőre én még mindig kezdeményezném, hogy átírják Rákán képesség nevét, mert az nem belép, hanem kilép. Na mindegy is. Na itt is van még ez az első akciónk. Hát semmit nem látott a világon Préje ebből. A villanás pedig hiába való, hát hárman üldöznek meg a Braum jelzők. Ez ellen nem fogsz tudni elmenekülni. Hélisszága, hogy te is mondtad, sem villanását, sem égetését nem sajnálta. Ehhez az akcióhoz Kevsz meg mosolyog. Kevsznek tetszett. Elég sokszor. Egyetlen egy baj van, hogy a gyilkosság Bipóhoz került. Nem biztos, hogy olyan nagy baj az. Jó, nem feltétlenül baj. Azért Vladimir ellen sem a legkellemesebb az ösvény fázis. Na mondjuk Orn ellen se. Igen, és Ornnak amúgy az egy előny ugye a passzívja, mert nem kell hazamennie vásárolni. Talán ez ügyben... Hát 150 életerővel többel kezd. Igen. Egy kis csalás, miközben reglesztek második szinten az ugrását kellett, hogy kihúzza. Ugye a kis robbanó töltete, azt már láthattuk, hogy megvolt neki így, és hát majd a támadási sebesség bónuszt, ami ugye a kújjából érkezik, azt majd hármas szinten ahhoz húzhatja ki. Így van, így van. Amúgy mind Korki, mind pedig Tristan, ugye a Fnatic oldalán Darán pajzsával kezdett. Uh-huh. Egy sokkal biztosabb ösvény. Mondjuk a Xayah Rakan ellen nem feltétlen csodálkozok ezen. És a Sion-t is tudjuk, hogy eléggé szeret piszkálgatni. Akár csak most a támogatók. Igen, most Gorilla is szerette volna egy kicsit megpiszkálgatni Hélisszángot, de olyan nagyon ez neki nem fájt, ahogy jelen pillanatban még Prey-nek a sebzése sem. Amiről beszéltünk a meccset, az most konkrétan ide van nekünk kitéve ezen statisztikai adatokban. Hát az, hogy az EU-LCS-ben majdnem 9-es volt mindig a farm előnye, itt meg 16 és feles a hátrány, már ez önmagáért beszél, és a sebzés az is. Igen, illetve az FAD az a szám ugye, ami azt mutatja, hogy mennyit tölt az ellenfél oldalán. Ez is eléggé beszédes, mert igaz. 33%-ban azért akkor azt láthatjuk, hogy inkább ők azok, akik tolnak. Mármint ösvényt. Az a 7% viszont egyáltalán nem tűnik soknak. Sokkal inkább azt mutatja, hogy gyakorlatilag védekezték, vagy sokkal inkább védekezték tek az ösvényeken. És hát ugye, ami Reklesznek a nagy előnye volt, vagy erőssége, hogy ott simán el lehetett küldeni bizonyos helyzetekben külső ösvényre, miközben Broxa szeretné megküldeni BDD-t itt a középső ösvényen, egy kis lassítást kapott, viszont ő villanna, meg lehet-e ez a gyilkosság? Nagyon úgy tűnik, hogy meg, és ezt a killt most nem Vipó kapta, viszont ki kaphat még itt killt? Reckless villan gyógyít, elugrik, ettől függetlenül Gorilla fejezi be őt, ez mondjuk eléggé érdekes, Hillisang, ő nem kap most már semmiféle fajta fókuszt. Reckless, ha már meghalt és ezzel hazatért, akkor az összes tört megvásároltam, amit lehetett a boltban. Többiek ezt már ne keressétek. Hát nagyon jó kis rajtaütés volt ez Broxával itt a középsősen. Már megvolt a cipellője, ugye lehetett ragadozni. És hát meg is ragadta BDD-t rendesen, akinek meg persze nem volt villanása. Ugye még a legelején ott az akcióban neki is el kellett ezt használnia. Ezért is lehetett most kivitelezni ezt az akciót. Reckless, ha 4,5 pixellel arrébb áll, akkor Gorilla nem tudta volna őt felütni, illetve egy alaptámadás, ha előbb kijön Gorillára, akkor a Braum jelzőkből adódó kávítás az megakadályozta volna, hogy le lehessen őt követni. Hát meg ugye pont a pajzs előtt állt. Igen. Tehát minden sebzést megkapott, ami ráérkezhetett volna. Megmondtuk, hogy nincs baj az összeszokottsággal, de itt most lehet, hogy hát vagy egy kis miszkommunikáció akár. Hát vagy csak hogy Hillisang nem ugrott be elé a pajzsal. Mindegy, hát nézzük meg a másik oldalra, egy nagyon jó kivitelezett kis 2v2-es szituáció. Nem tudom, hogy akkor megvolt-e már neki a 3-as Igen, szint. Igen, persze. Örülök, hogy ezt mi is kiemeltük. Gyönyörű. A 89-es KDA-ját Tristanával. Reklesznek. Hát ez most sokat lehet, romlott. Hogy most, igen, ez most sokat romlott, és lehet, hogy még fog is a továbbiakban, de ez majd kiderül, persze. A későbbiekben. Az biztos, hogy neki most támadási sebessége van, Prey-nek meg sebzése. Mert ő elvette a kedves nénitől a kardot, azzal tért vissza az ösvényre, de hát például a középsőn is azért ragyogás megvan Kevsznek, az nagyon jó. Igen, és egy megint csak ennek mindig láthattuk a 8.8-as frissítésnek az egyik úgymond nagy visszatérőjét, a zombi őrszemet. Ja, igen. Ami ugye még... Hirtelen nem tudtam, mire gondolt. Gyengítéseken is átment, de hát... Nem is kevesen. De ettől függetlenül még mindig egy hasznos tárgy lehet, Pinnátot pedig nagyon szépen buktatja le Vipónak az őrszeme. Mond. Ez tök jó, hogy látjuk, mert így 4 tábornyi hátránya van Broxahoz képest, akinek viszont van 2 támogatása. Jó, az első percben
lett megszerezve, oké, hagyjuk, de azon kívül is ő már ütött rajta, Pinát pedig nem. Mit fog építeni Reckless ebből a három törből? Hát kettőt is kell. Na majd meglátjuk, viszont Hillisangnak egy kicsit óvatosan kell, vagy óvatosabban kellene most. Lehet, hogy egy nagyon gyors, vagy nagyon korai gyors tüzelőágyú lesz. Ebből így szépen lassan. Hát majd meglátjuk, Broxan már befejlődte igen. A hatos szintet. Nagyon szépen ki van most őrszemezve a Kingzone csapatának a déli dzsungel része. És hogyha mindig elmondjuk azt, vagy elmondtuk azt az elmúlt nap folyamán, hogy a Kingzone gyakorlatilag úgy játszik, mint hogyha leírnának egy forgatókönyvet, és azt aztán pontosan betartanák. Szerintem ezen a meccsen eddig nem feltétlenül az történik, amit szeretnének. Persze, simán nyerhetnek a 35. percben, szó se róla, nem azt mondom. De a Fnatic igenis beleköp a koreaiak levesébe. Pont ezt beszéltük mi is amúgy még csütörtökön, hogy nem szabad hagyni a koreaiaknak, hogy játsszák a saját játékokat, és ez most nincs hagyva. Most nagyon jól akadályozva, sőt, a Fnatic játssza azt, amit hát a koreaiak szoktak, meg nekik azért olyan szintű makró tudásuk van, meg szerintem előnyök az egész világhoz képest, hogy az valami borzasztó. De ezen a meccsen ebből még nem sokat látunk, ezres az arany hátrány. A 8. perc legvégén, és Pinát még mindig nem 6-os. Broxa meg igen. Igen. És eléggé hátráltatva van Pinát a saját dzsungelében. Broxa pedig, hát most nem megy bele egy harcba, bár ott esetben amúgy el is kergethette volna azoktól a pengecsöröktől, de mondja a 8. percre így is egy sárkánnyal gazdagodott a Fnatic társasága. Ez a feldobás pedig eléggé szép, le is lehet pörkölni Kánnak az életerejét, de lehet, hogy lassanként már el kéne gondolkozni azon a vérmedencén, hiszen Vipó a 7-es szinten is már túl van, és a Kovács Isten az bizony adott esetben dühös is lehet, mondjuk Mana kellene hozzá, de nem akkor, hogyha Kán visszanyer egy jó adag életerőt, és hogy kitolja a saját ösvény fázisát. És Kán még mindig farm előnyben van Vipóval szembe. Jön az a Kovács Isten is dühös. Hát az úriember nem megy még most haza. Eleme fürdött egy jót a medencéjében. Nem biztos, hogy fürdenék abban a medencében, csak vér van, de ez most egy másik dolog. Broxal még időben megérkezik a felsősön, és jön. Jön, ez bizony ugye érdekes lenne, és most nincsen vérmedence, nincsen ulti a Kánnak. Ebből halálnak kellene lennie valahogyan, valami úton, módon, de nem akkor, hogyha Pinát elkapja a Broxát. Atya, úristen, Corki Caps! Egy gyilkosság! Ott van mind a két gyilkosság helyett a szétesése Pinátnak, viszont így Bididit lehet pofozni. Na lesz egy gyilkosság, ott van! Ott a kettős gyilkosság Capsnél! Hát, hogyha tegnap azt mondtuk róla, hogy jól működött az a Yasuo, igen, jól működött, nem olyan rosszul, de most Corkival 3-0-ban azt a bizonyos effektust, amit hógolyónak hívunk sokszor, azt szerintem mindentől kezdve elkezdheti alkalmazni. Hát egy Corki erre képes, az biztos. És Corki ellen vezérzászló? Tényleg, BDD? Tényleg? Hát, ha nem is Corki ellen, de Sion-nak. Ugye muszáj volt, hogy ezt vásárolja nagyjából. Hát még jó, hogy volt csomag Capsnél, amivel meg tudott érkezni így a buliba. Pedig nagyon úgy nézett ki, hogy ez a befőtt elrakja a nagymamát. Kicsit úgy nézett ki. A Kingzone, abszolút. Nagyon szép volt az, ahogy visszadobta Pinát Broxát a torony alá, meg persze ezzel megmentette Kánt is. Ezzel ki tudott ugrani, BDD meg hát villanásának, illetve végső képességének köszönhetően tudott remekül érkezni a harcba. Vérmedence szerintem még mindig nem volt elérhető nyilván, hiszen akkor elhasználta volna Kán, ezért Capsnek gyakorlatilag egy alaptámadás kellett ahhoz, hogy be tudja fejezni, és ez nem rossz. Korai szinteken nagyon magas rajta a töltési idő, és igen. Ugye pont még az ultiát is elhasználta. Így van, így most nem volt esélye arra, hogy elmeneküljön, de közben azért Surélia ábrándját befejezte, a magas töltési időt észrevette ő is. Ióniai fénycipő, Vladimiren elérhető most már. És igen, Corki, aki nagyon szereti szerintem a játék középső szakaszát, hát most úgy fog beleugrani, hogy borzasztó nagy az előnye. 3 gyilkossága van, azt hiszem háromság hatalma is lesz most már, amint hazatér. Azért az nem rossz, ahogy ez az őrszem se, ami ide ki lett helyezve. Ezzel lebukott Hillisang meg Broxa is. És Pinát, te még mindig nagyon hátráltatva vagy. Krusztos a farm lemaradásod, mondja. 11. perc legvégén. Háromság hatalma. Igen. Igen. Atya, úristen. Miközben Vipónak megint csak jó a feldobása, a kis bónuszban visszanyert életedül, az megint csak szép. Meg hát a mélységi maszk is, amivel valamilyen szinten meg lehet nehezíteni Kánnak az ösvény fázisát. És meg is van nehezítve. Meg is van. Bár farm lemaradással nem rendelkezik, sőt még előnybe is lesz, amennyiben tud farmolni a torony alatt, de hát miért ne tudna
mégiscsak talán a világ egyik legjobb felsőösvényeséről beszélünk, hanem a legjobb. De igen, mélységi maszk a túloldalon Ornnak még mindig nem kell hazamenni, hogy vásároljon. Ezzel akár állandó előnyt is ki tudna alakítani. De hát az az előny, az inkább a középsőn van, meg a három gyilkosságon, meg dzsungelben, lassan 30 farm. Broxa előnye, Pinnáthoz képest. Rék elhagyják az ösvényt, de ebből szerintem a középső ösvényes offenzíva nem lesz. Eddig viszont Hillisengék takaríthatnak egy őrszemet. Na ebben a buliban nem biztos, hogy bele kéne állni. Technox! Mondja. Ginzós Tristana? Működhet? El lehet hozni? Most már úgy tűnik, hogy el lehet hozni, és a gyors tüzelős tippemmel felsültem. Hát ott még vehet majd később, de... De igen, lehet, hogy Ginzó lesz az első tárgya majd, hát a csákány meg is támadási sebesség, na mindegy. Hát vagy csak éppen így tudott vásárolgatni. Persze. Ez volt a boltban leakciózva, hát ugye a glamour napok. Ó. Oh. Na mindegy. Miket nem tudsz? Hát, az évek meg a rutin. Pinát, te nagyon rossz helyen próbálkozol most. Caps 2 szinterénben van hozzád képest, és háromság hatalma. Az sem annyira rossz. Egy szolid 10-es farmelőnye Capsnek is megvan. Itt a középső sem, meg neki mind a két idézője elérhető. BDD-nek ezzel szemben egyik sem. Uh-huh. Ami azért nem rossz. De egy picit leült a mérkőzésünk. Így 13 percnél. Egy picit le most mennek a helyezkedések. Broxa nem igazán tud besegíteni az ösvére, de hogyha az ösvére nem tud besegíteni, akkor majd megfogják Peanutot, vagy hát legalábbis megpróbálják. Viszont ott van BDD, hogy védje a társát. Ettől függetlenül idézői képességre lehetett cserélni. Csak az a kérdés, hogy Broxa, hova fogsz menekülni? Nagyon úgy tűnik, hogy a legrosszabb irányba. Peanut pedig így visszaválaszol. Kán, aki meg a teleportját használta, belemegy a pofonba. És ugye most a gyilkosság nem Capshez, hanem Hillisengékhez kerül. És Kán miért használta el a teleportját? De jó kérdés. Vagy miért oda? Vagy miért ilyen későn? Itt lehet, hogy kommunikációs hát, hiba volt csak erre tudok a koreaiaknál, mert ők inkább mentek volna, vagy a csapat inkább ment volna Broxát büntetni. Igen. Kán meg gondolom én a többiekre akart kilépni. Nem lesz az Ginzó. Nem. Jó, helyes. Csak összejön még a gyors tüzelő. Nagyon vagy nem statik. Mondom, hogy... lehetetlen lenne Tristanának, de nagyon, nagyon furának tűnt volna. Most azért egy picit megnyugodott a lelkem. Igen. Így az elemzői állásban. Hát a gyors tüzelő az itt megint csak egy teljes mértékben valitárnak tűnik. Na mindegy, lényeg, hogy az elén ez az egész rajtődés még a Kingzonnak jobban is jött ki, mert két villanást áldozott ezért, hogy a mind Caps, mind Broxa, miközben csak Peanutnak kellett erre válaszolni, közben egy első tornyot. Bipo csak szétpüfölé? Az meg lesz már, azt nem fogja hagyni Kánnak, hogy ki lehessen onnan zónázni, és Kánt jelen pillanatban Bipo dominálja, igen. Na itt van az a teleport, amiről beszéltünk Kántól, de miért? Azt nem tudom, ezt most így konkrétan nem teljesen értem, hát a Brown jelzők persze összegyűltek rajta, villanás. Hillisengnek is el kellett használni, a Kán is elhasználta, de... le lett követve, az a lényeg. A 16. perc elején pedig a Fnatic kilép a mérkőzés. Mondanám, hogy második célpontjára, második sárkányára, de igazából ez már a harmadik célpont. És kettő darab óceán sárkányra, meg egy teleporttal Vipóval, akinek ugye van ultia, és ebből bizony torony alá érkezés lesz. Lehet-e feldobni? Hát a támogatót mindenképpen Gorilla le van sújtva, a gyógyítás ugyan kimegy. Megosztották a fókuszt, ennek köszönhetően is Prayer tudott menekülni, vagy ettől függetlenül is. De 16 perc alatt 6 gyilkosságot hozott el a Fnatic a Kingzone ellen. És nem is a gyilkosság számít, hanem minden célpontot. Oké, Peanut most szépíthet, meg Kán már ott van a torony alatt. De ez akkor is megsüvegelendő. Meg az is, ahogy a szurkolnak, hát nekem tökre tetszett, én is beleéltem magam. Már ezt én nem látjátok, nem is tudtok róla. Zeke szövetsége Gorillán amúgy elérhető. És hát azért szerintem ezt úgy sejtették, hogy ők jönnek négyen, mi meg ketten vagyunk, itt valaki meg fog halni, hát akkor inkább a Gorilla, mint az ember. Mármint, hogy Prey. A hírnök pedig nem lett elhozva. A hírnök nem lett elhozva. És a torony is meg lett védve. Igen. Célpontok tekintetében érdekes. Persze átvertem mindenkit, mert öten jöttek, nem is csak négyen. Prének gyönyörű volt tolja használat, ezért nem lehetett felütni. Jó kellett gyógyítani, villani, és így tudta túlni, de azt hiszem, hogy ez megéri.
főleg egy ilyen szituáció. Az, hogy Reckless-hez került a gyilkosság, nem csak a KDA-ja miatt jó, de egy Trissanánál nagyon jó helyen van, ha már a Corkinál ott van a másik három. Vipo pedig megint jön, először kiütik a torjon, ennek köszönhetően Sionnak már menekülnie is kell az ultiával, még akkor is, hogyha a Gletscher szakadékot megkapta a Hillisztánytól, de hát ő olyankor megállíthatatlan, illetve nem megállíthatatlan, csak kell oda egy ember. A 17. perc legvégén vagyunk. 3500-as az aranyerőnye a igen. Fenetiknek, és nem a Kingzone-nak. Azért ezt szerintem így ki kéne hangsúlyoznunk. 2-0 a tornyok állása, 2-0 a sárkányok állása. Ne kapkodjunk el semmit, vagy ne... Ne. A játék korai igen. Szakaszát megnyerte Európa. Igen, kész. Pontosan. Ezt kijelenthetjük. Korea kisebb, mint Európa. Viszlát. Ezt nem biztos. Jó, az első 17 perc alatt. De a Fenetik nagyon szépen kezdte ezt a mérkőzést. Abszolút. Így van, csak így tovább majd, aztán meglátjuk, hogy alakul. Préme Gorilla vár, de senki a keze, de hogy gyakorlatilag a térkép azon oldalán nem volt senki, hát jó pinat. És kipingelik a világot is, egyébként ott az alsó esélye, de nem, Reckless-ék még nincsenek ott, viszont most elindulnak és megy Broxa is. Tudják ezt, ők is oda pingeltek abba a bokorra, ez a Fenetik játékosai. Jó, most már a bújócska véget ért. Hát most megy az a bizonyos mind game. Az elmejáték. Igen. De ebben jelenleg óra jön ki rosszabbul. Majd meglátjuk a későbbiekben ez hogy fog folytatódni. Hát a felső esélye már mind a két karakternek, persze két tárgy elkészült. Ez most a protoöves verziója a Vladimirnek. Itt megbeszéltük, hogy őt 174 féleképpen is lehet építeni a Surelia után. De hát tudod, ott van a fagyos szív, meg a mélységi maszk is. Pontosan. Bár egy fagyos szívet lehet, hogy inkább a Kingzone oldalán tudnék elképzelni. Hát majd lehet, hogy érkezik oda is. Pinet viszont egyelőre nem érkezik meg az alsó ősvére, ahol a torony bizony közel áll az összeomláshoz, a ledőléshez. Akkor pedig az utolsó külső torját is elveszíteni a Kingzone, az pedig nagyon nagy pozíciós előnyt jelentene az európai csapat számára, főleg akkor, hogyha Vipo jön ide az alsó ösvényre. Így ez a torony, ez meg kell, hogy legyen. Bizony, hátrébb is lépnek Préjék, átadják a területet, miközben szerencsétlen Pinát kényszerül menekülni. Ez a kos, ez nem lesz éppenséggel visszadobva, de bármennyire is megy az adok-kapok, Rakan halott és követheti őt Pré! Biridi! Hova mész? Kis nyulacska vagy hatalmas Sion? Hát mondjuk Kánnak a segítő kezeihez, akinek már vérmedencében kell mennie, és ő villanna, meg menekülne, de nem menekül sehova. Hát Vipo és Caps jelen pillanatban lejátszák a világot, Biridi pedig már nincsen villanásod, el tudsz-e futni, ultid sincs. El tudsz futni, mert van egy tornyod, de mindjárt itt a 20. perc, és lehet azt mondani, hogy Fenetik meg mehet a Baron Nashorra, mert 6000-es az arany előnyük. 19,5 perc, igen, hit, de ezt látod a képernyőn, ha most ezért néztél így. De még gyorsan egy hírnök a Baron Nashor előtt. Ez meg lesz? Hát meg, mert már elkezdték. Meg lesz, persze, hát ne viccelj. Miért is ne lehetne meg? De legyen meg. 20-0 előtt még be is tudják fejezni. Hát simán, azért a két lövész az nagyon sokat számít. Meg hát jó, ha ők nem is, de azért Braum szétpüfföli azzal a nagy pajzsal, amit bőven lehet sebezni. És akkor most miattok majdnem láthatok, hogy a Baron Nashor is leéled. Hát a koreaiakat meg lehet zavarni, hogyha a taktikájukat megpróbált szétszedni. Na ez most bejött, az, hogy Kán már megint mit csinált, azt őszintén kevésbé értem, mint amennyire szeretném. Gorillának a felütése nem volt tökéletes, csupán egy ember tudott elkapni. Most az, hogy Broxa így kimenekül, az csapatart szempontjából nem sokat számít, viszont ez a toboz használat emiatt tudta BDD túlélni ezt az egész akciót. Kán három ember közé, illetve öt ember közé, mert Reckless szerette volna kiszedni, megérkezett, de annyira későn, hogy az valami borzasztó, és ha Vladimir későn érkezik meg, amikor már csak öten vannak ellene, azért olyan sokat nem fog érni. Na mindegy, elkészült a két. Belezavarodtam, bocsánat. Szóval Reckless és Caps a határtan pengét vásárolta meg, erre gondoltam, hogy ez a kettő elkészült, elnézést kérek, Zeke szövetsége Broxán is elérhető. Úgyhogy bőségesen alakulnak azok a tárgyak az egyik oldalon, a másikon nem annyira. Csomagja még van Corkinak, adott esetben lehet érkezni, hiszen megidézi a szurdok hírnökét, miközben Vipo kergeti ki az hírkettes torony alól is gyakorlatilag már szépen lassan Kánt. Ide jönnek a Fenetik játékosai, hát csak Caps nincs itt, de ettől függetlenül ezt a tornyot könnyedén elhozhatják. Egyébként hozzáteszem, egy sárkány már ott van az O2-ban, és ez a hírnök még bizony
az inhibitort védőt aranyba is belevág egy jó nagyot, miközben megint csak Kánon lehet a fókusz. Kán pedig jelen pillanatban azzal a Vladimirre még egyáltalán nem tápos. A Kovács istendűhe pedig jön. Prét nem tudják feldobni, mert jól használta a tolvihar, de még egy tornyot hoz a Fnatic. És jelen pillanatban a Kingzone-nak nincs válasza. Nincs. Jelen pillanatban nem tudják, hogy mit kéne kezdeni a Fnatic-kel. Na majd arra leszek kíváncsi, hogy ha Baranna sor körülött tánc megkezdődik, akkor egyrészt arra lesz-e a Kingzone-nak tényleges érkezése, másrészt meg mit tudnak akkor csinálni. Én kimondom, amire mindenki gondolt ez a meccs előtt. 22 perc elletével ezt az állást fordítva képzeltük igen, el. Abszolút. És nagyon nem így. 7000 most már az arany előny Európa javára Koreával szembe. Még mindig a korai szakasz meg lett nyerve. Igen. A középső is most már tuti, hogy meg van nyerve. De a meccs az nincs megnyerve. De ezt nem szépen mondhatjuk, de nagyon szépen haladnak. Igen. Nagyon szépen menetelnek a győzelem felé. Hát lépésről lépésre, toronyról toronyra. Nagyon szépen építik fel, ahogy te is mondtad az elején, a hógolyó effektus. Uh-huh. És ez jelenleg megtörténik. Nem feltétlenül csak Korki által, de azt hiszem nála emelted ki, hanem az egész csapat szépen mindenki hozzáteszi, amit hozzá kell tenni. És lehet, hogy az első gyilkosságnál azt mondtuk, hogy Vipónál nem biztos, hogy a legjobb helyre került ez a gyilkosság, de mert Kán nagyon ki lehetett venni. Letörölte az ösvényről. Hiába van 20-as farm hátránya, akármikor egy csapathalcon, azt látjuk, hogy Vipó 10/9, amit mivel Kán meg egyszerűen későn jön. Meg kb. 10/3 most meg, jelen igen helyzetben. És megkérdőjelezhetőek a döntései néha, igen, én azt mondom. Hát az a középső ösvényes teleport az nagyon-nagyon nem volt jó, kifejezetten nem volt jó. Vinaték viszont most megpróbálkozhatnának valami válasszal. De ez nekik sem olyan rossz, mert ameddig tudják védeni a tornyot, addig mondjuk Kán az alsó ösvényen elhozhat megint egyet. Csak az a kérdés, hogy tudják-e védeni hát meg, ezt a tornyot, mert a Kovács Isten dühe az bizony jön. Prének el kell használnia a tolviharját, és ebből az akcióból bizony így még lehet könnyedén folytatás, mert Kepsnek óriási sebzése van. Kárnak mondjuk van teleportja, ha úgy adott volna, tudna érkezni. Van. Viszont így a torony ostrom, az hiába való volt, ellenben Kán tudott egyet hozni az alsó ösvényen. Ugye ezzel 5-2 az állás valamelyes szépít az eredményen. Legalábbis torony szempontjával, meg nem rossz, hogyha Vladimir szépen lassan úgy szétfarmolja magát, hogy tud építkezni. Igen. Azért itt most neki kell majd a sebzést hozni szájá mellett. Ezt a harcot most amúgy harcírozhatta volna a Fnatic, ha más miatt nem is, hogy elhozzák ténylegesen azt a tornyot. Vagy mondjuk kierőszakolhattak volna egy teleportot Kámból egy Baronnal sör próbálkozással. De az igaz, hogy a Kingzone-nak, ahogy te is mondtad, meg ahogy sokat beszéltünk róla, nem szabad hagyni, hogy a játékát játsszák. Legnagyobb sebzés Orb. Uh-huh. Orb. Reckless így gyakorlatilag nulla. A League of Legends-ben soha nem volt tankmeta. És soha nem is lesz. Ezzel nincs probléma. Igen. Ettől függetlenül az egyik csapatba, meg a másikba is a tankok sebezték a legtöbbet. Lépjünk túl ezen a gondolatmeneten. Mindenki értsen annyi szarkazmust az egészben, amennyit akar. Reklesznek 3000 sebzése sem volt, viszont Kevsznek 11, azt hiszem. Azért ez is nagyon sokat elárul a mérkőzés jelenlegi állásáról. Tény, ami tény. Egy korkai játék középső szakaszában erős. A Tristanem meg a végén lesz, és hogyha azt nézzük, akkor szépen meg van osztva. Bár azért azt is fogjuk majd látni, hogy Caps oda megy. Itt igen, gyors tüzelőágyus, első alaptámadás, mondjuk Prey-be, 1000. Igen, az egyébként érdekes, hogyha Vipónak az ultiára folyamatosan elultizik majd Prey, akkor onnantól kezdve viszont szabad Prey-re Capsnek. Viszont ha Prey ezt egyszer úgy tudja majd kivitelezni, hogy esetleg a tollak visszahúzásával több embert is le tud kötni, nem feltétlenül csak Hillisangot, mint az előző harcba, akkor azért még ez sem lesz feltétlenül rossz. Na, a Kingzone-nak. Ahhoz képest, hogy néhány perccel ezelőtt a Kingzone-nak a hátránya majdnem 8000 volt, és a 10000-hez közeledett. Most ezt nagyon szépen visszahozták. De megint az történt, hogy a Fnatic nagyon nagy előnyben van, szerettek volna tornyot hozni, akár harcolni, nem történt meg. A Kingzone ezt remekül tudja, hogy ők most nem bonyolódhatnak bele a harcba. Nekik most csak az idő és a felzárkózás, és ezt szépen is csinálják. Igen. Hogy el is várjuk egy koreai elsőtől, amikor hátrányban van. És már ugye Kán is 2,5 tárgy, és hát jó, a Surélia is egy tárgy, de... Ez nagyon gonosz volt. Nem úgy értem, nagyon jó, a legjobb kezdő tárgy egy Vladimirnek, csak hogy mert 1700 egész... aranyért mégsem mondanám azt, hogy a legjobb megoldás, miközben Vipó teleporttal megérkezik ide a felső ösvényre. De Kánnak is van, és lehet, hogy lassan kellene is jönni, mert ebből igen, az utolsó tier 2-es tornya dől a Kingzone csapatának. Baron?
Vagy legalábbis egy próbálkozás. Hát rálátása a Kingzónak nulla. Nincs. És nincs őrszem, amire most jó helyzetben érkezik. És az egy nagyon jó az a csapda kísérlet. Ha ebben most belesétál itt Pinát, akkor az viszont baronna sor. Ez szépen buktatta le a Kingzone csapata. Na baron. És hogyha nem jön a Kingzone, akkor meg a Fnatic azt mondja, hogy Baron a 27. percben fél életerőn ide érkeznek. Hát odaérkezik! Szerencsétlen gorilla meghalt, és inkább harcol! A Fnatic csapata még BDD él, el kell villannia, viszont a feldobásból hát a Vladimir az nem tud kimenni, fél életerőn nagyon lecsökkentek a HP-k a Kingzone oldalán, Vipo pedig nagyon-nagyon szépen zónáz és tankol. És ugye ember hátrányban, hát gorillát karóba lehetett húzni, a Fnatic már megint fél életerőre vitte le a Baron nasort. Na beáldozzák-e Vipót ezért a Baronért, vagy inkább harcolnak? Lehet, hogy megérné Pinát, van sújtása is. Meg lehet ölni Prayt, és Pinátnak menekülni kell, de mennyire kell menekülni? Ez egy Baron nasor a Fnaticnek a Kingzone ellen, 28 percnél. És hogyha az előbb 8000-es aranyelőről beszéltünk, meg lecsökkenve, hogy 6000-re, na majd nézzük meg a Baron nasor után. Szeretem, hogy amikor elmondunk egy percet, az így teljesen felborul az egész, és jön egy remek Baron hívás a Fnaticnál, és Pinát tök jó, túlélte az elén a harcot, vissza ment, de tudták, hogy ott van Reckless, ki is ugrott rá, onnan meg menekülni kellett. Na hát beszéltünk a korki sebzésről, na most láttuk gyakorlatba, hogy mennyi az annyi. Pré kapott egy-két alaptávas, és így elolvadt körülbelül. Gyakorlatilag itt vége is volt az egésznek. Borzasztó nagy az előny, és nagyon jól használja ki ezt az előnyt az európai gárdán. Hát most a Baron nasorral akár bázisra is simán be lehet gyalogolni. Igen, lehet, hogy az előző tier 2-es akciónál azt mondták a srácok, hogy jó, nincsenek meg a tárgyak, menjünk haza, na de itt. És remek volt, hogy kimozdultak egyből, és nem pedig erőltették a Baron nasort, hanem inkább a harc, megölünk egy-két embert. Hát az a legjobb, hogyha Pinátot, de őt nem sikerült. Aztán majd folytatjuk tovább a Baron nasort. Kán megint gyakorlatilag súlytalan az egész harcba, hiába használta el a végső képességét, de te féltem, hogy láttad bármikor? Nem igazán. Az, hogy BDD-nek itt haza kellett menni, az is... És nem csak ő, igen? Hanem BDD szájonja így sincs. Van, semmi. Kanyarba se. A Fnatic midesehez képest. Caps is nagyon-nagyon szépet játszik, és jobb volt ez a korki, mint bármi más. Igen. Jelen helyzetben. Ez a korki... Most ezt így csúnya kimondani, hogy Caps lehozza eddig a meccset, de a sebzés az bődületes, és ez a legszámottevő. Meg az, ahogy Bipo játszik, hát őt is csak dicsérni lehet. A kezdeményezései gyönyörűek, tényleg az ő sebzése is otthon át a full tankosságból. Na mindegy, ez most egy hát megkapta dolog. Azt a korai segítséget, amire meg, szüksége lehetett volna, meg. De ezt maximálisan kihasználja. Ott megjön a vezérzászlós Minion Baron nasorral. A feldobás kára nem a legjobb, de hát most ez. Már nincs neki vérmedencéje, ha nem is hal meg, de innen vissza kell lépni és inhibitort vérő tolnyot, illetve inhibitort bukik a Kingzone. Miről beszélgettünk a mai nap előtt? Üldözik, lesz a Kingzone-nak egyáltalán veresége ezen az MSI-on? Te azt mondtad, hogy lesz, úgyhogy... Hát most nagyon-nagyon közel járnak hozzá. Még mindig nincs vége a mérkőzésnek. 1 perc 20 másodperc a Baron nasorból. Jó, gyakorlatilag vége van, de majd meglátjuk. Nem. Hogy ezt hogyan akarod, amíg Kempszet üldözték hárman, addig simán bedöntötték az egész alsó ösvényt. Nem, ezt a meccset egy 5v5-ös csapatharc nélkül nem fogja megnyerni. És egy 5v5-ös csapatharc... Ja, bocs, jó. Csak az a nagy kérdés, hogy ebben az 5v5-ös csapatharcban ez a kompozíció most a Kingzone által mit tud csinálni? Ugye arról beszéltünk, hogy fontos lesz az, hogy ki kezdeményez. A Kingzone ezen a meccsen egy alsó ösvényes 2v2-n kívül igen. Nem kezdeményezett soha. És az egész meccset szerintem leírta az előző akció. Ott van a Shureli, ott van a Proto Vladimir, és védekezése kell használnia mindig, minden egyes alkalommal visszafelé. Nem tud előre menni, pedig ott lenne neki Reckless, ott lenne neki Caps, és gondolj ki tudna szedni. Ha ezen a meccsen az a két óceán helyett két pokoli sárkány. Lenne, már befejezte volna a Fnatic. Lehet. Ezzel egyet értek. 4 tárgya van kész Recklessnek, Prének 3. Egy tárgyas az előny, de ez így megvan mindenhol. 4 tárgya van kész Bipónak, Kánnak 3. Vezérzászló persze elérhető mindenhol, ahogy a lovagi esküt is, ahogy mind a két dzsungeles megvásárolta már. Na Caps, el lehetett éget kapni. Csomagja is van. Nem is használja el menekülése, egyszerűen csak kitáncol a képességek elől, amik lehet, hogy amúgy sem érték volna el. Az alsó ösvényen törnek a Fnaticos minionok, Caps pedig most menekül. A Kingzone 5 emberrel védekezik. Ez most nem volt a legjobb végső képesség Vipótól. Nézd az alsó ösvényen. De megint csak beszorítják folyamatosan a koreaiakat. És amint indul az akció, jöhet erre a válasz. Hát jelen pillanatban két tank van Caps előtt, de ez most nem biztos, hogy elég lesz. BDD
megszerzi az első gyilkosságát talán ezen a mérkőzésen, de mit csinál a Fnatic? Inhibitort védő tornyot hoz már megint Reckless által, és ebben a helyzetben egy támogatót be lehet áldozni. Be lehet áldozni, és mivel Nexus védő tornyokat védenek, így a felső ösvényes torony is dől, és dőlhet, és dőlni is fog. Khan pedig megint csak defenzív. Pinát viszont most beugrik. Jézus. Lehet ebből bármit kezdeni? Prey-nek hát félig meddig menekülnie kell, de mi van itt? A Nexus védő torony szépen lassan egyébként megint csak áldozatul esik, és kettő darab inhibitor mínuszban van. Tök mindegy, hogy meghal Vipon, nem érdekel, nem fogok róla beszélni, mert a Fnatic ezt is hasznosan töltötte, mármint ezt az időt. Egy Nexus védő tornyot letudtak ezzel. Igen. Az egész akció. Kit érdekel, hogy hányan haltak Igen. meg gyakorlatilag? Mert ha itt most meghaltak volna négyen, még akkor se tudott volna csinálni a Kingzone gyakorlatilag semmit, max ezt a sárkányt elhozzák, mert egyéb célpont ugye nincs. Ne aggódj, nem sokára jön a kövi baronnasor, Igen, a Kingzone defel, a Fnatic elhozza. 10-3 a toronyállás, ugye ez az egy darab Nexus védő torony van még útban, 10 000-es gyakorlatilag az aranyelőnye a Fnaticnek, és ebből az akcióból most mondhatjuk, hogy gyilkosok tekintetében nem, de mégis jobban jöttek ki. Az 5v3-as szituációt tudta megnyerni a Kingzone, úgyhogy végre egyszer Gorilla nem csak egy embert, Hillisangot tudott felütni, hanem legalább kettőt, csak ugye közben meg Reckless hát gyakorlatilag bedöntötte a középső ösvényt, amennyire csak tudott haladni, és ezt azért emelem, hogy a Reckless ott se volt az egész csapatkarzban. Egy Tristanával, egy négy tárgyas Tristanával kevesebb sebzés volt. És hozzáteszem, hogyha Prey nem gyógyít és nem tolviharazik, akkor még ebből is Így meghalt van. Volna. És tényleg ott van Prey, neki szépen lassan, majd csak kialakul a sebzése, vesz már azért egy kis tankosság, ignorálást is önnön maga számára, de mégis, vagy hát pontosabban még se. Igen. Olyan jelentős jelen pillanatban, Rabadon elérhető most már Kánon, ha egyszer végre valahogy oda tudna jutni Caps Igen. vagy Reckless közébe, akik mind a ketten el tudnak ugrani. A sebzése most már amúgy, ahogy te is mondtad, megvan, Igen. csak nem biztos, hogy lesz ráérkezés. Ilyen Igen. kicsit Swain effektus, amit mondjuk a protoövvel valamilyen szinten ledolgozhat. Hát csak azt meg, amíg defenzíven használja Igen. el, ugye? Igen. Gyakorlatilag mindig. Baronnasor 50 másodpercen belül, hát az inhibitorok azok még bőven nem fognak állni. Kánnak ugyan van teleportja, de itt ebben a helyzetben majd védekezni kell, különben elbukják az utolsó inhibitorukat is. Márpedig Prey-nek megint kijön gyakorlatilag ingyen az ultia, és lehet, hogy Viponak így a kezdeményezése meg van fogva, de van még lecse szakadék. Gorilla elől ugranak el, Pinát elől el lehet-e ugrani? Hát hogyha nem ugrik be, akkor persze el lehet ugrani. Kán, ez zónázó jelleggel már bír, ettől függetlenül az inhibitort bukják. És a minionok ott vannak az utolsó Nexus védőtorrendben. Jöhet-e az utolsó harc? Biborra beugranak, vagy hát legalábbis Bipo ugrik be. Reckless-en lenne a fókusz, de nincsen rajta fókusz! Pinatnak haza kell mennie! Mi lesz itt? Mi lesz itt? Match Ulti vége. Még van Kánnak. Még itt húzhat egy nagyot a Kingzone. Csak az a kérdés, hogy húz-e. Hát Pinát megpróbálja, de ez nem sikerül. Ledől az utolsó Nexus védő torony. Én azt mondtam, hogy harc nélkül nem lehet ezt a meccset befejezni. A Fnatic viszont nem akar harcolni, ő szét akarja verni a bázist. Ez és kész. Lassan, nyugodtan, csöndben, taktikusan beendelni ezt a meccset. Egy dolog választja el őket ettől. A Nexus, Kovács Isten dühe pedig van, nagyon jó mindenkire gyakorlatilag. Vipo megöli Gorillát, ugyan Hillisang meghal, viszont néznek, hogy kín van a fókusz. Hát Prey gyakorlatilag megöli Vipo 1v1-ben, Caps, illetve Reckless pedig még majdnem, hogy érintetlen. Bididi, már csak ő él, no meg, Prey, de hát Prey itt már nem fog csinálni semmit, főleg akkor, hogyha Reckless letakarítja. A 36. percben a Fnatic megszerzi az első győzelmét az MSI-on, az idei MSI-on. A Skull pedig a Kingzone. Ez szép volt. Kiráz a hideg mindenhol gyakorlatilag. Ez tényleg nagyon szép volt. És itt van a Fnatic nyert, és nem mondhatjuk azt, hogy úristen, Reckless 1v9, a fenéket. Caps és Bipo 2v8, jó nem, de azért talán az övéké volt a legnagyobb jelentőség szerintem ebben a győzelemben. Mondjuk ki azért a Kingzone így derekasan védekezett, Igen. szóval botrányosan nagy hátrányba kerültek az elén, de megtettek mindent, amit csak tudtak, csak egyszerűen ez most így nagyon kevés volt. És nagyon kerestük tőlük. Itt a végén a lehetőséget. Igen, hogy próbálkoztak mindennel. A valamelyik minden. Kán tudott ölni a végén, hát végre sikerült neki, hát mi történt? Csak hát nem Caps vagy Reckless volt az áldozat. Az, ahogy te is mondtad, Prey 1v1-ezett. Bipóval, és majdnem Ornn tudott győztesen kijönni ebből az egészből, hát...
Így nem is értem, hogy ő győztese jött ki, mert Pré végig ütötte, és senki igen, más nem tudott elkapni. Ez is igaz, meg visszafordítottam. Európa győzedelmesedett, hát a piros nyakkendőt nem véletlenül hoztam. Hát vagy legalábbis az első mérkőzését igen, igen. megnyerte a Fenerbahce hát csapata, de a koreai első ellen sikerült az első. Most ha ezek után a második meccsen kikapnak, én hazamegyek az adás után. Hát majd mindannyian hazamegyünk. Nagyon szép volt, tényleg mondtad a hógolyó effektust, és ez történt. Szépen igen. Meglett az elemény, az első perc az első gyilkossága. Most nem mondom, hogy már ott borítékolható volt, hogy itt nagy hógolyózás lesz, mert nyilván nem. De tényleg ez, tehát hogy ilyen 5 percenként plusz egy ezres, vagy akár 2, mikor nagyobbat ugrottunk, vagy kisebbet. Volt rész, amikor visszajött a King Zone. Tényleg volt ilyen, de ez most kevés volt, hogy a győzelmet meg tudják szerezni, ezzel szemben gratulálunk igen. a Fenerbahcének. A Fenerbahce csapata pedig még talán a legjobb időben, a legjobb helyzetben hozta el ezt a mérkőzést, mert ahogy te is mondtad, Vladimir erősödött, Pré erősödött, már a Szájon is tankos volt, de ez nem érdekelte a Fenerbahce csapatát, ahogy az sem, hogy a korai bajnok ellen játszottak. Legyőzték őket, mi pedig most elmegyünk egy 10 perces szünetre, aztán majd jövünk vissza a következő mérkőzéssel.